A tavaszi hónapokban szinte nem telt el nap anélkül, hogy ne riasztották volna a magyarországi tűzoltókat valamilyen tűz okozta balesethez. Az elmúlt hetekben mintegy 6000 ilyen esethez vonultak a lánglovagok. A beavatkozások során 23-an sérültek meg, és két ember vesztette életét, tudtuk meg a Baranyai Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. Most, ha a megyét vizsgáljuk, akkor mi nem tartozunk azok közé, a megyők közé olyan kiemelkedően magas a szabadtéri tűzesetek száma, viszont hogyha csak a megyei beavatkozásokat vizsgáljuk, akkor arányát tekintve a tűzoltói beavatkozásoknak több mint a fele ilyen szabadtéri tüzek miatt keletkezett, és azt is el lehet mondani, ez is több éves tapasztalat, hogy 99%-ban az emberi mulasztásra, illetve az emberi magatartásra vezethető vissza. Ezért is fontos, hogy betartsuk a tűzvédelmi szabályokat. Belterületen például csak akkor lehet kerti hulladékot égetni, hogyha ezt nem tiltja önkormányzati rendelet. Ez egyébként Pécsen még nem lépett életbe. A kerti sütögetés engedélyezett, a megfelelő óvintézkedések biztosítása azonban elengedhetetlen. Emellett a külterületi tűzgyújtásra is szigorú szabályok vonatkoznak. A mostani szabályozás már csak egy bejelentést követel meg az állampolgártól, 5 nappal a tervezett égetés előtt az igazgatóságra kell egy megadott formanyomtatványon, akár elektronikusan is bejelenteni, hogyha valaki égetni szeretne. Nagyon fontos szabály, hogyha valaki akár belterületen, akár külterületen ilyen szabadtéri égetést tervez, akkor megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre, hogy egyrészt a tüzet meg tudja fogni, el tudja oltani, akár lapátról beszélünk, vízről, akár több emberről, tehát emberi segítségről is, hogy legyen. Tűzgyújtás előtt mindenképp győződjünk meg arról, hogy megfelelőek az időjárási körülmények, hiszen például szeles időben pillanatok alatt lángra kaphat a környező aljnövényzet. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kiemelte, a szabálysértők 10.000 forinttól 3 millió forintig terjedő bírságra is számíthatnak, ha nagyobb kár keletkezik, vagy többszöri felszólítás után sem tartják be az előírásokat.